A tél beköszöntével jelentősen megváltoznak a közlekedési viszonyok, ami fokozott elővigyázatosságot igényel a járművezetők részéről, legyen szó akár négy, akár két kerékről. A balesetek elkerüléséhez nagyon fontos, hogy aki vezet, az is jól lásson, és ő is megfelelően látható legyen. Az autósok számára plusz 7 fok alatt nagyon ajánlott a téli gumi használata, és ilyenkor főleg a nyálkás, csúszós úton érdemesebb nagyobb követési távolságot tartani. Nagyon fontos még a téli ablakmosó folyadék feltöltése is. Az autósok mellett a kerékpárosoknak is akadnak teendőik a járműveiken ebben az időszakban. A kerékpárosoknak mindenféleképpen figyelni kell, és tudomásul kell venni, hogy a kerékpár is jármű, mint az autó, illetve egyéb járművek, ezért nekik is fel kell szerelni mindenféleképpen a kerékpárjaikat a megfelelő világító berendezésekkel, előre fehér vagy kadmiumsárga, hátra pedig minimum 150 méter távolságból látható lámpával. Ezen kívül is ugye vannak a kerékpáron kötelező felszerelései, de ilyenkor a tél kapcsán ezek, amik rendkívül fontosak, és sajnos azt tapasztaljuk, hogy folyamatosan vagy figyelmeztetni, vagy bírságolni kell a kerékpárosokat, mert nem veszik ezt elég komolyan. A kerékpár kötelező alkatrésze még a világítás mellett a fény visszaverő prizma, melyet hátul és a kerekeken kell elhelyezni. Ha csak egy van, akkor lehetőleg az első kerékre szereljék fel. Nem szabad elfeledkezni a gyalogosok láthatóságáról sem. Ha az útszélén közlekednek, különösen ködös vagy sötét időben lakott területen kívül, a láthatósági mellény viselete kötelező. Emellett más eszközök is rendelkezésre állnak, melyek a biztonságunkat szolgálják. Gyermekeknek, felnőtteknek, akiknek nincsen lámpája, azoknak felszoktuk fényvisszaverő prizmával, amit a közutasoktól szoktunk kapni, ugyanolyan prizma, amivel készítik a jelzőtáblákat, tehát egyszer felragasztjuk a kerékpára, azt többet le nem lehet szedni, de nagyon tökéletesen működik, és olyanokat szoktunk felragasztani, de a propaganda akció az ugye arról szól, hogy ilyenkor kivételesen nem bírságolunk, illetve van ez a karra, lábra, felkarra csapható fényvisszaverő csík, amit szintén gyermekeknek, felnőtteknek ajánlunk, akár megvásárlásra, illetve mi is szoktunk propaganda akció keretében osztani. Bár lakott területen belül nem kötelező nappal a lámpa használata, de a szakemberek azt javasolják, ha az út és látási viszonyok nem megfelelőek, inkább kapcsolják be azokat, hogy minél kevesebb ilyen járművel találkozzunk.